Metszovó, a Görögország északnyugati részén fekvő Epirus régió egyik hangulatos hegyi települése. Madár távlatból lenyűgöző a táj, de közelről szemet szúr a szegénység is, így jelentős az elvándorlás a térségből. Az Olaszországból kompal érkezők, mint az Euronews stábja is, Igumentisztából közúton egyszerűen elérhetik a kisvárost, ahol a fő bevételi forrás az idegenforgalom. Persze akad itt más látnivaló is. Felkeresünk egy helyi pincészetborászatot, amit még a jelenlegi tulajdonos nagyapja alapított. Alexandros Jannu Athénban nőtt fel, de egy évvel ezelőtt úgy döntött, átveszi a családi vállalkozás vezetését, és hátat fordított a fővárosnak. Even during the crisis, tourism is going up. A turizmus még a válság idején is erősödik, ami biztos megélhetést jelent számunkra. Amit én hozzá tudok ehhez tenni, hogy kiaknázom a cégben rejlő potenciált. Keresem az export lehetőségeket a növekedéshez. Erről a gyártósorról évente 500 000 palack bor jön le. Jelenleg ennek ötöde megy exportra, de a know-how és az alacsony árak révén ez a részesedés jelentősen nőhet a jövőben. Habár Alexandros szerint a politika nem sokat segít az olyan vállalkozásoknak, mint az övé, de határozottan állítja, szavazni fog a közelgő EP választáson. Én Európa párti vagyok, de úgy vélem, az Európai Unió és az IMF is komoly hibákat vétett. Nem értette meg a görög válság lényegét. Valamint a görög politikusok sem végeztek megfelelő munkát az úgynevezett megoldás megvalósításában. Elmegyek szavazni májusban, ám nem érzem, hogy annak eredménye számottevő hatással lenne arra, hogy mi történik itt velünk. Gépkocsinkkal Metszovó szűk utcáin manőverezve rátalálunk egy másik helyi specialitásra, egy sajtüzemre. Ebben a gyárban 5 különböző sajt készül számos különféle ízesítéssel. Ahogy önök is láthatják, ebben a helyiségben 2-3 hónapon át érlelik a sajtokat, ami azt a célt szolgálja, hogy a természetes gombák révén egészen sajátos, egyedi ízük legyen a Metszovóban készült sajtoknak. A kis üzemben évi 170 tonna sajtot állít elő 20 alkalmazott. Egyikük a felsőfokú végzettségű Alexandros Tsurikas. Egyetemre jártam, de a válság miatt itt vállaltam munkát. Más körülmények között városban is dolgozhatnék, vagy folytathatnám az egyetemet a mesterképzéssel. Esetleg tudományos fokozatra készülhetnék. De a bérek olyan alacsonyak, hogy máshol, akárcsak az ide 50 kilométerre fekvő Ioannínában sem egy könnyen tudnék megélni. Átlagosan olyan 6-700 euró körül vannak a fizetések. Itt pedig 1000 eurót is megkeresek, ami nagyon jó pénz. Az üzem igazgatója Jorgosz azt mondja, elkötelezett híve az EU-nak, a görög válság pedig fel kell, hogy ébressze a termelőket. Ezekben az években az Európai Unió sokat segített a gazdálkodóknak a támogatásokkal. Sajnálatos, hogy hazánk nem megfelelően használta fel ezeket az alapokat a még dinamikusabb fejlődéshez. Az ilyen kis vállalkozások, mint a borászat és a sajtüzem adják a görög gazdaság gerincét, de a legtöbbjük számára még mindig hosszú út vezet lehetőségeik maximális kiaknázásához. Fej, számodra mi a legfontosabb üzenete a vállalkozókkal és munkavállalókkal folytatott beszélgetéseinknek? Úgy látom, a termelők hatékonyabban szeretnék felhasználni az uniós forrásokat, míg az alkalmazottak jobb munkalehetőségekre vágynak. Görögország a kevés országok egyike, ahol az állampolgároknak kötelező szavazniuk, tehát vagy ezért, vagy azért voksolnak majd, mert változásban bíznak. A legtöbben nem bíznak abban, hogy a szavazatuk pozitív változást hozhat az életükbe. Rendben, autózzunk tovább, hogy még többet tudhassunk meg.